A helyi kórus katonadalokat adott elő az avatáson. A kopjafát azért állítatta a Vámosatyai önkormányzat, mert számos fejlesztés valósult meg a Magyar Faluprogram segítségével. Az önkormányzatnál még eszközvásárlás történt, a maximális összeget, a 15 millió forintot megkapta az önkormányzat. Itt nem csak a közösségi tér a faluházban, hanem orvosi védőnői rendelő, és ezeknek is az eszköz állományát sikerült 3 millió forint támogatással lebővíteni, lecserélni, az újakat cserélni, vagy modern korszerűket, amit tulajdonképpen a gyógyításba tud használni az orvos. Ezen kívül szeretném azt is elmondani, hogy az épület mögött található egy köztéri játszópark, arra is több millió forintot adtunk, és nagyon sok buszon látható már a Magyar Falu program, akik ide érkeztek vendégnek kiírata. Én is büszkélhetek pár hónapon belül, hogy az alapellátás biztosító buszcserére is megkaptuk a pályázati lehetőségünket. A Magyar Falu Program kormánybiztosa azt mondta, történelmi adósságot törlesztettek ezzel a fejlesztési programmal. Az a céljuk, hogy jelentősen javítsák az életminőséget a falvakban. A Magyar Falu Program egy történelmi hiátust igyekszik pótolni, tehát történelmi jelentősége van. Hiszen azért emlékezünk arra, hogy voltak olyan időszakai a magyarországi falvaknak, nem csak a régmúltban, az elmúlt évszázadokban, hanem a közelmúltban is, 2002 és 2010 között, amikor a Gyurcsány kormányok idején gyakorlatilag egy tudatos falurombolás zajlott szerte az országban, amikor falusi intézményeket zárattak be, leromlott a hazai mellékúthálózat, amelyen a falvakat lehetett megközelíteni, vagy lehetett volna normálisan megközelíteni, közösségi közlekedési szárnyvonalakat zártak be, eladósították a falusi önkormányzatokat, rekord mértéken volt a munkanélküliség a magyarországi vidéken, különösen a falvakban. Tehát egy tudatos falurombolás zajlott, és ehhez képest a Magyar Falu Program azon túl, hogy nagyon komoly anyagi segítséget biztosít a hazai kis településeknek, intézményfejlesztésekre, útfejlesztésekre, épületfelújításokra, faluképp javítására, vagy éppenséggel eszközbeszerzésekre. Ezen kívül a legfontosabb eredménye, vagy éppen üzenete, ha szabad így fogalmaznom, az mégiscsak az, hogy visszaadta a falusi emberek hitét abban, hogy érdemes a falun élni. Tilki Attila országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a térség önkormányzatai, a falvakban élő családok aktívak voltak a pályázatokon. Jelentős összeg több mint 15 milliárd forint hasznosult a térségben. Látszik a települési vezetők szemében az a csillogás, mert van értelme a Magyar Falu programnak. Én csak az önkormányzati pályázatokat számolgattam össze, 3 év alatt az 6 milliárd forintot jelentett, de hogyha hozzáadjuk a falusi kisboltok pályázatot, ha hozzáadjuk a falusi csokkot, és arra is emlékszem, hogy milyen ötletünk volt, hogy hogyan szabályozzuk esetlegesen a növekvő lélekszámú, de mégis nagyon hátrányos helyzetben lévő településeken igénybe vehető támogatási rendszert, akkor tényleg értünk el sikert. Az a VK-ra lefordítva, a választókerületre lefordítva közel 10 milliárd forintos magyar falus támogatásról beszéltünk, amiben nem csak önkormányzati szereplők, hanem gazdasági szereplők is, a falusi kisboltokkal és természetesen magánszemélyek a falusi csokkal is benne voltak. A rendezvényen elhangzott, Vámosatya most nyert 145 millió forintot azért, hogy a Büdivár látogathatóvá váljon.